Talán még a szervezők sem számítottak ekkora érdeklődésre. Megtelt a parkoló és a turulmadár mögötti tér is, ahol a rendezvények zajlottak. Hol esik, hol kisüt a nap, és hát azért látható, hogy emiatt azért kevesebben jöttek el, de így is nagyon szép számmal vagyunk, és örülök neki, hogy ez a hagyarán teremtő jelleggel indult rendezvény, amit a Jobbik Családi Napja, a Jobbik Tatabányai Alapszervezetek szervezésében ilyen sikerrel zárul, úgy gondolom. Hát még a koncertek előttünk vannak, de hát a Hungarika az maga garancia, ez a név arra, hogy jól fog sikerülni. Mi volt délelőttől a program? Mit lehetett itt csinálni? Itt folyamatosan mentek a programok, lovagolni lehetett gyerekeknek, íjászkodás volt, gyerekprogramok voltak, ilyen foglalkoztató programok, ugrálóvár volt, rovásírásoktatás történt, arcfestés, és minden egyéb olyan program, amivel próbáltuk a kicsiket lekötni. Emellett a szellemi táplálékra is gondoltunk, dr. Varga Tibor jogtörténész volt a vendégünk, és tartott egy nagyon szép előadást, éppen most lett vége. Úgyhogy ezek voltak a programok, most pedig következik a szórakozás része a felnőttek, vagy az idősebb korosztály részére. Indul a Núpont koncert, aztán a Hungarika, majd pedig a Szomorú Péntek fogja zárni a napot este. Politizáltak is azért egy kicsit ma? Alapvetően ez nem erről szólt ez a nap. Persze természetesen benne volt az, hogy a Jobbiknak a helyi alapszervezete próbált bemutatkozni, volt saját sátrunk, ugyanígy a Magyar Gárdát is meghívtuk bemutatkozó jelleggel, volt is az Új Magyar Gárdának itt egy sátra, most is még itt vannak. Ez tulajdonképpen azt a célt szolgálta, hogy lássák az emberek, hogy mi is olyan hétköznapi polgárok vagyunk, mint ők, és nem valami különleges állatfaj, mint amit sokan gondolják rólunk. A politika effektíve nem került szóba, ez inkább a szórakozásról is egy ilyen családi nap jelleggel történt, de természetesen azért próbáltuk nemzeti értékeket közvetíteni, és olyan dolgokat idehozni, ami azért a magyar nemzeti összetartozást és a magyar nemzeti értékeket képviseli. Az eseményen ott volt a pártvárosunkban élő országgyűlési képviselője, Vágó Sebestyén is. Bíztunk benne, hogy ilyen sokan fognak jönni. Talán az is az oka lehet, hogy már elég régóta várták a velünk hasonlóan gondolkozó, velünk együtt gondolkozó emberek, hogy egy ilyen jelképes helyen, mint a Turulmadárnál legyen egy hasonló rendezvény, ahol összejöhetnek, jól érezhetik magukat, a gyerekeknek különböző elfoglaltságokat tudunk biztosítani. Velünk szimpatizáló és velünk közösen gondolkozó árusoktól esetleg vásárolni tudnak, a termékeiket megismerhetik. Nincsenek egy kicsit elkülönülve, vagy egy kis távolságtartás nincsen a várostól? Nem lett volna ez a rendezvény jobb mondjuk a Csónakázó tónál? Én csak kérdezem, hogy jobban szem előtt lennének. Nem vagyunk elkülönülve, ugyanis a rendezvényünk elég jól meg lett hirdetve. Szinte minden postaládába jutott a szórólapból, bocsánat. Szinte minden postaládával jutott a szórólapból, tehát tudták az emberek, hogy itt vagyunk, és a Turulmadár és a Turul környéke nem egy olyan elkülönített helyi Tatabányán, úgy gondolom, hogy elég sokan csúnya szóval élve használják ezt a környéket, és hétvégén följönnek, családdal piknikeznek, családdal kirándulnak. Tehát nem hiszem, hogy elvonultunk volna annyira a társadalomtól, hanem egy olyan helyet próbáltunk választani, ami jelképes is, és ami közkedvelet is a tatabányaiak körében.